Sziasztok! Akármilyen furcsa ezt így kimondani, de egy éves ez a csatorna. Egy évvel ezelőtt jelentkeztem először innen ebből a kertből a Jaguar bemutatásával. Azóta elkészült 51 videó, ezt kimondani is furcsa, meg még pár sort mellé, de ezeket most ne is számoljuk. És e, azt hiszem egy kiváló alkalom, egy ilyen évforduló, áttekinteni, hogy mi is történt az elmúlt egy évben, hogy hogyan is dolgoztunk, hogy mik voltak ránk hatással. Hát, ha ezzel egy kicsit jobban meg tudom nektek mutatni, hogy miért és hogyan készítjük ezeket a videókat, meg persze arról is érdemes beszélgetni, hogy milyen terveink vannak. Na, no, erről lesz ma szó, vágjunk bele! Yeah. Amikor elindult ez a csatorna, akkor nagyon sok kérdés hangzott el azzal a kapcsolatban, hogy pontosan hogy is ért véget az én totálkáros pályafutásom. Azt hiszem erről most már eleget beszéltünk, nem igazán sportom a hátrafelé nyilazás. Maradjunk annyiban viszont, hogy ezek a fajta videók, amiket itt ketten csinálunk Kornéllal, valószínűleg jobb minőségben tudnának elkészülni, hogyha még mindig főállású totálkár újságíró lennék, de az az érzésem, hogy ilyen mennyiségben és ilyen mélységben nem tudnának ott elkészülni, egész egyszerűen azért, mert a Totál YouTube csatornájára másfajta videókat csináltunk, amíg ott dolgoztam, meg amíg ott dolgoztak azok az emberek, akikkel én ott dolgoztam. És ez nem értékítélet, tehát itt nem azt akarom mondani, hogy ez jobb vagy rosszabb, de biztos, hogy más. Úgyhogy bizonyos értelemben ez, hogy én onnan elkerültem abból a csapatból, és ez, hogy ez rávezetett engem arra, hogy itt az ideje megcsinálni ezt a saját csatornát, tulajdonképpen kinyitott egy olyan ajtót, tudjátok, ahogy a mondás mondja, ha egy ajtó bezáródik, kinyílik egy másik, ez itt abszolút megtörtént. Szóval kinyitott egy olyan ajtót, hogy meg tudott valósulni ez a fajta csatorna, ez a fajta én szívemből érkező videóalkotás, ez a fajta autószeretet itt piciben meg tud jelenni. Az más kérdés, hogy lehet, hogy ez nem tud annyi embert megszólítani, mint ahány embernek mondjuk egy totál méretű csatornán ideálisan megszólítva kellene lennie, hogy az rentábilisan működni tudjon. Meglátjuk, hogy itt így kicsiben ennek hol van az üvegplafonja, és meddig tud ez a csatorna felnőni. Minden esetre szeretetből csinálni ezt így nagyon jól esik, és hogyha már erről így szó esett, akkor engedjétek meg, hogy egy picit elmerüljek abban, hogy mit és hogyan veszünk föl ezen a csatornán. Bár némelyik videóban már említettem, nem biztos, hogy mindenki találkozott azzal az infoval, hogy én egyébként annak 2004-ben egy autós tévéműsoron kezdtem el dolgozni, mint autós újságíró. Nyilván akkor még nem mint autós újságíró, hanem csak egyszerű gyakornok vagy segítszerkesztő voltam, nem is tudom, mi volt ott a hivatalos titulus. Na de itt ez most azért fontos, mert az ott eltöltött kilenc év, meg az azóta már főleg YouTube-on, vagy mások által megrendelt videókban eltöltött további munkák során, én tulajdonképpen ennek a fajta videógyártásnak szinte minden pozícióján dolgoztam már. milyen pozíciókról beszélünk? Ez az autómánia volt, ahol én dolgozni kezdtem. Az autománián egy adásnak, vagy hát mondjuk úgy, hogy egy adás blokknak volt operatőre, volt egy technikus, aki az operatőrnek biztosított, hogy a technikában legyen akkumulátor és legyen benne szallag, ugye ez most már a kártya lenne, de ez végül is lényegtelen egy kutya megfigyelt arra, hogy a hang rendben legyen. Volt egy szerkesztőpár rendezője, aki odafigyelt rá, hogy minden részlet, ami annak ott el kell hangozzon, az elhangozzék. És volt egy műsorvezetője, aki igyekezett felkészülten érkezni erre a forgatásra, és érdekes dolgokat megvillantani arról a járműről. Na most Kornél ugyan nagyon sokat segít ebben a csatornában azzal, hogy most ebben speciál pont nincsen itt, de egyébként általában ő szokta tartani a kamerát, és ő az, aki lekíséri az én mondandómat, és figyel arra, hogy mikor mi hangzik el. Tehát magyarán operatőrként részt vesz ennek a csatornának a forgatásaiban. De az összes többi feladat, az én két kezemben fut össze. És ez azért probléma, mert amikor arra koncentrálok, hogy egy adott autóról mennyi mindent szeretnék elmondani, akkor nem biztos, hogy marad elég agyi kapacitásom arra, hogy mondjuk a mikrofont átállítsam motorhangfelvételről emberhangfelvételre. Legutóbb, múlt héten, például előfordult, hogy amit Daninak odatta a mikrofont, hogy tessék, ez lesz a tiéd, annak le volt véve a hangereje, mert azt kipufogó hangerőhöz volt beállítva, így aztán nekem munkában, mert hogy a vágó is én vagyok, nagyon sokat kellett szőrözném az ő hangjával, hogy érthető legyen, amit mond. Emiatt, a leterheltség miatt fordul elő, hogy gyakran úgy jövök ki egy forgatásból, vagy pláne egy vágásból a végén, hogy úgy érzem, hogy azt még el kellett volna mondani, hogy elő is fordul, hogy a kommentek között elhangoznak olyanok tőletek, és én ennek egyébként örülök, mindig mondjátok, tökre várom ezeket a hozzászólásokat és észrevételeket, Szóval, hogy elhangzik a kommentek között valami plusz info, hogy azt is el lehetett volna mondani, vagy ezt miért nem említetted meg, megint csak a múlt heti anyagnál maradva, de higgyétek el, majdnem mindegyikből tudnék példát hozni. Ugye az NSU prince kapcsolatban egyetlen egyszer sem hangzott el az adásban, hogy mindössze 550 kilós. Ami egy döbbenetesen alacsony szám, még a Mini mellettem is 650 kiló, tehát még az is nehezebb egy másával, mint egy NSU Prince, ezt teszi lehetővé, hogy 30 lóerővel működik. Tehát ez egy fontos adat lett volna, de abban a kiélezett szituációban nem kanyarodott arra a kis buksim, és mivel nincs mellettem rendező vagy szerkesztő, aki rám szólna, hogy Gyurikám, figyelj oda, ezt még el kell, hogy mondjad, ezért ez kimaradt. Nyilván, hogyha valamit nagyon rosszul mondok el, ez ritka, de előfordul, akkor még mindig ott a lehetőség, hogy egy narrációval ezt kijavítsam, de azért szoktam ezt kerülni, egyrészt mert plusz idő és plusz munka, és majd mindjárt elmondom, hogy ez miért nagyon fontos tényező. Másrészt meg néha azért kicsit törést okoz az adás lendületében, ettől függetlenül persze vannak olyan szituációk, amikor narrációt kell fölvenni, és itt ugye ezzel kapcsolatban megemlítettem a plusz időt. Ez megint csak volt már említve, de nem tudom eleget hangsúlyozni. Jelenállás szerint ebben a pillanatban teljesen hobbiból, mint egy másodállásként készítem a videókat erre a csatornára. Ez azzal jár, hogy van rendes 8 órás munkahelyem, ahova én bejárok dolgozni, és igyekszem a lehető legjobban helytállni, tehát nagyon gyakran csak éjszaka tudok foglalkozni a videók vágásával. Ez az időfaktor azért sem mindegy, mert hát azért lassan most már középkorú emberként, Tisztában vagyok vele, hogy az én munkaidőm, az a munkaóra, amit beleölök ebbe a csatornába, az egy pénzben kifejezhető érték. De azt fontos itt kiemelni, hogy emiatt én igyekszem azért arra odafigyelni, hogy ezek a videók úgy készüljenek el, hogy még benne maradjanak egy olyan körben, amire úgy érzem, hogy jó érzéssel fordítom rá valamire, ami nekem örömet okoz és hobbi, de mégiscsak hobbi. Mert azért itt van család, van ház, vannak autók itt körülöttem hárman is, amik ilyen éhez és tátognak és kérik a betevő falatot, mindjárt mesélek arról, hogy hogy áll a flotta. Szóval, hogy azért vannak olyan dolgok, amire gondolnom kell, hogy esetleg ezeket a munkaórákat akár pénztelmelő tevékenységre is fordíthatom, nem feltétlenül a videógyártásra. Kicsit túlbeszélem ezt a dolgot, bocsássátok meg nekem. A lényeg itt az, hogy én is szeretnék ennél szebb, csillivillibb, még jobban megvágott, még művészibb, még topgíresebb videókat csinálni. Megmondom őszintén, nekem nagyon régóta vágyam igazán álljent videókat csinálni autós témában. De ebben a szent pillanatában az életemnek ez a jó irány, és megmondom őszintén, óriási örömet okoz nekem, hogy ezt az irányt, ezt a minőséget ilyen szeretettel tudjátok fogadni. És akkor ez kiváló végszó arra, hogy egy kicsit meséljek a flottáról. Idén tavasztal ugyanis többeknek büszkelkedtem azzal, hogy három működő autó van az udvarban, aztán így augusztus 1 amikor körülnéztem, akkor ez a szám majdnem nulla volt. Azért csak majdnem nulla, mert a Mini tulajdonképpen működött, csak helytelenkedett a kuplungja, ezért néha nehéz volt vele váltani. A Subaru meghibásodott, erről majd lesz videó, és el fogom mesélni, hogy mi történt vele. A Jaguar szegény meg még most is áll. Konkrétan július 8-a óta áll folyamatosan. A kuplung felső munkahengere meghibásodott. Szelavi, ez egy teljesen normális dolog, az ő életkorában ezt nem lehet tőle elvitatni. Ráadásul egy teljesen széria, nagyon valószínűleg abban az időben simán katalógusból polcra rendelt FAG munkahengerben venne, semmi faxni, semmi különleges angol marhaság, semmi, tök egyszerű munkahenger van a Jaguarban, ráadásul tök egyszerűen szerelhető, szépen ki van rakva, könnyű hozzáférni, kicsavarod, beteszed az ujjat, kész. A probléma az, hogy hiába ez egy viszonylag egyszerű FAG munkahenger, nem gyártják, nem kapni. Nem létezik. Még nagyon sok pénzért az angoloknál sem. A megoldás végül is az lett, hogy az X, ez ugye 93-tól került bele a Jaguar x be és végül is a 93 előtti munkahengerből rendeltem egyet, abban a nem teljesen csak légből kapott reményre alapozva, hogy az majd jó lesz bele. Kaptam olyan infót angol ismerőstől, hogy ő már próbálta is belemegy ezekbe az is a fényképen látszólag a csavarhelyek ugyanott vannak, de most éppenséggel a hidrolukacső hollanderének lehet más a menete, tehát még akár meg is szívhatom. Most ebben a pillanatban, amikor ezt a felvételt készítem, még nincs itt az alkatrész, de már elvileg úton van. Úgyhogy reményeim szerint egy héten belül megint mozgásba lendül a Jaguar. Hozzá kell tennem, hogy ez a vicces dolog is megtörtént, hogy júniusban nagyon sokat mentem a jaguárra, ügyes-bogyos dolgaim után, vidékre, forgatásokra, fotózásokra, Szerintem közel 2000 km belement abban a hónapban a kocsiban, és meglehetősen meleg is volt némelyik úton, viszont nem volt még feltöltve a klíma, ezért aztán végén, amikor már nagyon meguntam ezt a dolgot, elmentem, e, itt egy közeli műhelybe vállalták a dolgot, és feltöltötték a klímát, és azóta hűtene az autó, csak áll egy helyben a kertben. Így jártam, na, feltöltöttem volna időben, akkor lett volna a klímám már júniusban is. A mininek a kuplungjának sokkal egyszerűbb problémája volt. Talán ismeritek azt a mémet, hogy mindennek van oka, és ez az ok néha annyi, hogy hülye vagy. Na hát ez történt velem is a minivel kapcsolatban. Meggyőződésem volt, hogy tavaly, amikor munkahenget cseréltünk a mini, mert ugye azzal belefutottam ugyanebbe a hibába, mint a Jaguárnál, de jellemző módon a mininél még választék is volt beleillő munkahengerből, Na de a lényeg az, hogy a munkahenger csere miatt meggyőződésen volt, hogy hidraulika rendszerrel nem lehet semmi hiba, csak azzal az egy dologgal nem számoltam, hogy ügyetlen voltam, és nem légtelenítettem le rendesen azt a rendszert. Egész egyszerűen újra légtelenítettük Kornéllel, és most jó a mini megint. Azt például, nem is tudom, mutattam -e nektek, most gyorsan kilépek a képből egy pillanatra, Videó nem lesz róla, de kiváló alkalom elővenni a Családom legújabb szerzeményét az én nagy kedvencemet ezt a bizonyos Peugeot kerékpárt, amit most arra használok, hogy hétköznap ezzel járok dolgozni. Meg így legalább elmondhatom, hogy van egy rozdás francia akkor is a kertemben, amikor éppen autóból nem tartok rozdás franciát a kertben. Ha már a flottáról szó esett, azért itt egy dolgot még beszeretnék fűzni ebbe a történetbe, hogy én erre nem állandóságként gondolok. Az a benyomásom, ahogy itt megismerek embereket, többek között e csatornán keresztül, meg úgy egyébként a csatornán kívül is, hogy veteránozást az többféleképp lehet űzni, és vannak olyanok, akik megvesznek egy autót, és utána egész életükben az az ő autójuk. Azt használják, azt simogatják, vagy mondjuk például. Tóth és a Zsigulia esetében azt reszelgetik, amíg a világ világ, és mindig újabb projektet találnak ki vele kapcsolatban. Én azonban nem ilyen vagyok, én szeretek sokféle autót kipróbálni. Pont ma beszélgettünk erről Kornélral, és úgy ketten együtt a 6-7 típust fel tudtunk sorolni, amik nagyjából annyiba kerülnek, mint amit ez a Jaguar itt a bal kezemnél ér, és érdekelne minket, és kipróbálnánk, hogy milyen lehet azokkal az élet együtt. Úgyhogy ezt így előzetesként szeretném jelezni, hogy én nem tartom kizártnak, hogy a csatorna következő egy évében sor kerül majd esetleg autócserére. Na de erről most elég ennyi, hiszen semmilyen konkrét terv nincsen megfogalmazva, és főleg kőbevésve nincsen semmilyen konkrét terv, már csak azért sem, mert Imádom vezetni a Jaguárt, nagyon jó érzés ez a kocsi, nagyon jól viselkedik, és nagyon hiányzik. Most, hogy nem mentem már vele hetek óta, úgyhogy még az is lehet, hogy végül nem fog ez egy éven belül megtörténni, hanem csak valamikor később. Az viszont biztos, hogy jövőre. Azt hiszem március 16-án, mert megvan az eredeti spanyol nullrevíziós papírja a Jaguar Espanyától, szóval, hogy mintha március közepén lépné át a 30 éves életkort ez az autó, és ugye az új szabályozás értelmében, ha bizonyítható a napja, akkor konkrétan már a napjától kezdve jogosult muzeális vizsgára egy ilyen kocsi, és mivel eléggé eredetinek tűnik ez az autó, bár vannak jelei, hogy újra fényezték, de a gyári fényére és a gyári kocslánnyal fényezték újra, szóval fölmerült bennem már az a gondolat, hogy esetleg ez jó alany lehet kipróbálni, milyen Magyarországon muzeális minősítést szerezni egy ilyen kocsira. Ez olyasmi, amit én még sosem csináltam végig, a kíváncsiság pedig hajt. Szóval most rögtön két különböző utat is felrajzoltam ez elé az autó elé, és én még nem döntöttem el, hogy melyik legyen, Esetleg meséljétek el a kommentek között, hogy nektek melyik lenne a szimpatikusabb, melyikre lennétek kíváncsibbak videó témaként autóvásárlásra, eladásra és vásárlásra, vagy egy oltámervizsgára. A Minivel kapcsolatban egyébként szintén felmerült az Aladás gondolata. E, azt nem tudom, mennyire közismert, mert én leírtam sokszor a különböző Mini blogokban, de nem biztos, hogy mindenki olvasta mindegyiket. Szóval az fontos tudni, hogy a Mininek e, én az üzemben tartója vagyok, a tulajdonosa egy nagyon jó barátom, aki külföldön él, és nyilván, amikor nagy ritkán itt jár, akkor persze örömmel ül bele. Erre idén sor is került mind a kettőnk óriási örömére, és nagyon a magát a kocsiban de fölmerült, hogy, hogy, olyan igazi, teljes homokfúvós, full restaurálást nem biztos, hogy látna maga előtt. És hát, hogyha nem is jövőre, mert jövőre ez még abszolút korai, tök jó az autó, de valamikor azért néhány éves távlatban erre szükség lehet, így felmerült és kikerült az asztalra, hogy esetleg el kell gondolkozni azon, hogy ha nem akarja restaurálni, akkor viszont elképzelhető, hogy el kéne adni, hogy ne használódjon el a kocsi, hanem kerüljön olyan az, aki viszont szeretné restaurálni, és igazi eredeti fényben használni ezt a kocsit. Ami nagyon jól néz ki most is, és műszakilag tök patent, tehát hogy imádom vezetni, csodálatosan megy, de én látom azokat a pontokat a karosszériáján, amik azt jelzik, hogy majd valamikor a jövőben ezzel még foglalkozni kell. Na most, ha már az üveggömbnél tartunk és a jövőbe próbálunk tekinteni, arról is esetleg ejthetünk pár szót, hogy milyen fejlesztésben gondolkodunk a csatornával kapcsolatban Kornéllal. Csomó ötletünk, sőt tervünk van ezzel. Ezeknek egy része azt követelné, hogy főállásban ezzel foglalkozzak, legalább én, vagy akár ő is, és ez most még abszolút nincs az asztalon. Kornél nyilván iskolás, tehát nem fog tudni főállásban ezzel foglalkozni, és én azt érzem, hogy az én életemben sem jött még el ennek az ideje. De vannak terveink arra vonatkozólag, hogy ha úgy alakulna, akkor ezt és ezt és ezt rögtön elkezdenénk csinálni. Nem nagy titok. Egyébként az egyik dolog, hogy nekem régi vágyam angol nyelvű csatornát készíteni, úgy látom, hogy a YouTube jelenlegi fölállásában az akkor tud igazán működni, hogy ez egy külön csatorna, tehát nem elég önmagában feliratozni az egyes videókat, hiszen attól az még nem fog eljutni egy angol nyelvű közönséghez. De csinálni egy külön csatornát a meglévő videóanyagokból, hiszen archiválok azért egy-két dolgot abból, amit már felhasználtunk, és ezt megpróbálni aztán felfuttatni, ez egy olyan terv, ami folyamatosan ott van az asztalomon, és majd egyszer hozzá fogunk nyúlni. Ezen túlmenően is vannak egyébként elképzelések. Én például elgondolkoztam azon, hogy néha csinálni extra videókat. A gondolat úgy fogalmazódott meg bennem, hogyha úgy adja ki szponzorációs lehetőség, akkor csinálni olyan extra videókat, amik nem csütörtökön a szokott időpontban jelennek meg, hanem mondjuk kedden. De nem is olyan témával foglalkoznak, mint a csütörtöki szokott időpontban jelenkező videók, hanem valami egész mással. Mondok egy nagyon elrugaszkodott példát. Én elgondolkodtam azon, hogy esetleg kéne csinálni még használt autópiac felderítő videókat, lennének még ötleteim, mivel lenne értelme foglalkozni. Mivel ez jelentős plusz munkát jelent, ezt azért úgy akarom összerakni, hogy úgy kecske is, káposzta is, pap is, meg papné is, mindenki jól lakjon és jól járjon ezzel a történettel, és nyilván ti is, mint nézők, jól járjatok vele. Rosszat csinálni, csak azért, hogy legyen, annak nincs értelme, és ezt megígérhetem, hogy ezt nem is fogom. videótechnikán is elég sokat gondolkozom. Én látom természetesen, hogy már egy mobiltelefonon is lehet 4K felbontású videót csinálni, és ugye a mai számítógép monitorokon, vagy akár telefonokon ezek a 4K felbontású videó gyakran sokkal jobban néznek ki, de, mint amit mi összerakunk. Azt azonban látni kell, és ezt mondom is mindenkinek, aki ezt felveti kommentek között kérdésként, mert ez már fölmerült néha, hogy a 4K videó készítése az nem ér véget ott, hogy 4 k kapcsolom a kamerát. Ugyanis a kamerák, amiket használunk, ez egyébként két Sony kamera, de én most nem akarok elmerülni itt a kütyű boncolgatásban, mivel éppen azok vesznek föl, ahogy itt ülök, nagyon meg se tudom nektek mutatni. Szóval a kamerák, amiket használunk, az egyik biztosan, és talán a másik is képes 4K felvételre, és hogyha most ez a másik fejből nem tudom, nem lenne képes, le tudnánk cserélni, tehát magyarán kamera szinten megoldható lenne ez a váltás. Azonban a 4K-nak ugye az a lényege, hogy jóval több pixel, mint a HD. Ami azt jelenti, hogy a 4K által felvett videóanyag, jóval nagyobb adatmennyiség, mint a HD, tehát több tárhely kell hozzá. Ráadásul, amikor ezt én vágom, akkor több számítási kapacitás is kell hozzá, hogy ezt a videót lekezelje a vágó szoftver. Tehát ez egy ilyen kis dominósor, aminek a végén az jön ki, hogy oké, okay, hogy a telefonom tud 4K-t és oké, hogy a telefonom ki is van stabilizálva, tehát végső soron megtehetnénk, hogy azzal forgatunk, de azért itt fölmerülnek még kérdések. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy egyelőre maradunk a HD talaján. Ígérem, hogy amint lehetőség lesz rá, váltani fogunk, mert én is szeretem a szép filmeket nézni az én monitorom is nagyobb felbontású HD-nál, tehát jól mutatna rajta, hogyha 4K-ban csinálnánk az adásokat. És megmondom őszintén, függetlenül attól, hogy ezt a váltást megtesszük-e vagy sem, kamera én akkor is gondolkodom, van előttünk egy lehetőség, elképzelhető, hogy tudunk action kamera vonalon fejleszteni, és bárhogy is lesz, ezzel mindenképpen foglalkozni fogunk, és ezzel kapcsolatban nekem még van egy olyan képi játék is a fejemben, amit az egyik adásban, a Range rover egyébként. Ha valaki nagyon szempüles, akkor megtalálja azt a fajta snittet, amit sehol nem használtunk, csak ott. Ez szóval egyik adásban már kipróbáltunk egy olyan kamera elhelyezési módszert, ami nekem nagyon tetszik, és nagyon szívesen használnám rendszeresen, és már önmagában is hozzáad egy olyan képminőség feljebb lépést, ami ugyanannyi pixelen is jobb képet tesz lehetővé. Szépen kis lépésekben építkezve haladunk, irányba. Hiszen végül is, amikor elkezdtük, akkor még nem pont így nézett ki a technikánk, mint amivel most dolgozunk. És arra nagyon büszke vagyok, hogy az elmúlt egy évben mindössze egyetlen egy olyan forgatás volt, amikor valami probléma volt a szettünkkel, ez konkrétan a Volvo 164 volt, amikor elfelejtettem berakni a mikrofon készletet a táskába, mert hogy egy másik felvételhez kivettem és csak azt vittem el. Hát az egy kínos pillanat volt, amiért utólag is elnézést mindenkitől, de alapvetően van egy kialakult rutinunk kornéla, tudjuk, hogy mit viszünk magunkkal a forgatáshoz, és hogy ezeket aztán hogy használjuk, és hogy készítjük el a képeket a számotokra. Amire viszont nincs rutin, és amivel folyamatosan kísérletezünk, és nagyon örülök neki, hogy ezzel ti a kommentek között foglalkoztok és reagáltok rá, mert ez nekem egy nagyon jó visszajelzés, az a kocsik hangja. Ugye a kocsik hangjának a felvétele egy nagyon-nagyon-nagyon problémás kérdés. Ugyanis, amikor ott állsz egy autó mellett, tegyük föl, hogy ez egy ormotoros autó, most tekintsük el a porsche és az NSU princektől, meg a Volkswagen bogaraktól, de hogyha ott állsz egy autó mellett, akkor elől van a motornak a hangja, legyen ez bármilyen hangos vagy halk, hang. ott prüszköl a turbó, ott hallod a lefúvó szelepet, ott vinnyog a kompresszor, és ott zizegnek a szelepek, hogyha a motorháztető alá is befülesz, és nem csak kívülről hallgatod meg, és hátul van a kipufogó és egy csomó autónál a kipufogóva az erősebb hangforrás, más autóknál meg pont, hogy inkább a motor az erősebb hangforrás. Na most, ha az egész autó hangját akarom felvenni, akkor ugye azt kívülről kéne, hogy felvegyem, kívülről viszont hallatszik a keléksurrogása is, meg főleg belefúj a szél a mikrofonba. Amire ki akarok lyukadni, hogy kívülről felvenni egy mozgó autó hangját, egyáltalán nem könnyű. Ezért én azzal kísérletezem folyamatosan, van egy jó hosszú, ha jól emlékszem, valami 5 méteres kábel végén egy csittetős mikrofonunk, hogy ezt teszem föl ide-oda-amoda az autóra, és eznek a hangját szinkronizáljuk össze a mozgókép felvételekkel. Hol a motortérbe tesszük, hol a kipufogóhoz tesszük. És most újabban egy nagy szivacsot is kivágtuk hozzá, az NSU hangját már úgy vettük föl, és nekem nagyon tetszett, ami abból kijött. Na a lényeg az, hogy ezzel folyamatosan dolgozunk, és folyamatosan kísérletezünk vele, hogy hogy szól igazán jól egy autó. Néha tök jól sül el, néha nincs is rá szükség, mert mondjuk a Corvette meg a Porsche Boxster annyira hangosak voltak a nyitott tetejükkel, hogy gyakorlatilag ez a mikrofon, ami itt van rajta, amit ültem az autóban, és tökéletesen megmutatta az adott autónak a hangját. De azért az ennél halkabb kocsiknál érdemes ezzel eljátszani, hogy mégis meglegyen az aurája, és ez azért barom érdekes, mert amikor belegondolunk egy autóba, akkor általában a formájába gondolunk bele, meg az erejébe, meg ahogy mozog, meg a füstbe, ami kijön a kerekekből, amikor azzal driftelünk, meg a gyorsulásból, amit érzékelünk, hogy beszorít az ülésbe, meg a kanyartempóba, amire képes, amikor elfordítjuk a kormányt egy megfelelő hegyi úton. Ennek ellenére, amikor videót készítünk egy autóról, és azért mondom ezt itt többbe számban, mert azért én személyesen is sok videókészítő embert ismerek, és vagyok velük jóban, és hát természetesen én is nézek másoktól YouTube videókat kocsikról. Szóval, amikor videót készítünk autókról, elengedhetetlenül fontos beletenni a hangját. Talán pontosan azért, mert azt a fizikai élményt, hogy beleszorít az ülésbe, hogy mozog a porhüvelyem jobbra-balra, hogy így. Tehát, hogy megélem az autó mozgását, azt nem tudjuk átadni. És talán pontosan emiatt ennyire fontos a hangját átadni, hogy valami fizikai élmény mégiscsak átjöjjön ezzel az őrületes tárgyal kapcsolatban, amit autónak nevezünk, és aminek az élményéről ennek az egész dolognak szólnia kellene. Kicsi probléma, Pöti probléma, hogy én nem vagyok hangmérnök, tehát nem biztos, hogy a lehető legjobban tudom beállítani a mikrofont ezekhez a felvételekhez. És lehetséges, hogy utókeveréssel egy csomó olyan zajt ki lehetne szűrni, amik nélkül élvezhetőbb lenne ez a felvétel, és ez nekem nem megy. De remélem, azért nektek is örömet okoz ez a kis utazás, amire így indultunk együtt. Na, hát ezeket a témákat láttam a virtuális íróasztalomon körbe tekintve megfogásra és megvizsgálásra érdemesnek, de hogyha valami kimaradt és még kíváncsiak vagytok rá, nyugodtan kérdezzetek a kommentek között, tudjátok, szeretem olvasni őket és igyekszem mindenre válaszolni, úgyhogy lökjétek a kérdéseket, küldöm a választ. Természetesen maradnak a videók a megszokott időpontban, jövünk tartalommal, úgyhogy iratkozatok fel, és nyomjatok csengőt, de ezúttal nem egy, hanem két hét múlva jelentkezünk legközelebb, mert a jövő hétre, augusztus utolsó hetére egy pici kis nyári szünetet én is beiktatnék az életembe. Találkozunk utána, szeptemberben, addig is, sziasztok!